Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai egynapos zen záróakkordjaként. Egy olyan teaszobában ülünk, ahol már egyre több meditáció folyik. És láttok egy olyan szobrot az oltárunkon, aki Jijang Bosszal, azaz Ksitigarba bódiszatva névre hallgat. És ő pedig a fogadalmainknak, az őrzője, illetve az igaz beszéd bóthiszatvája. Érdekes, hogy amikor fogadalmat teszünk, akkor azt szóban tesszük, és persze gesztussal, rituáléval fűszerezve. Amikor esküt teszünk, akkor azt akarjuk, hogy a szavaink százszázalékosan valóságot teremtsenek. Ezért teremtünk olyan alkalmakat, amikor nagyon hangsúlyosan, zajmentesen, különleges körülmények között ezeket kimondjuk. A minden nap életben miért nem beszélünk így, miért vesszük felváról a dolgokat? Nem jelenti azt, hogy ne viccelhetnénk, de a beszéd a legbizonytalanabb karma. Nem tudod, hogy igaz, hamis, e kettőnek a keveréke, hogy egyik sem. Nézd meg ezt a dilemmát, amikor hallasz valakitől valamilyen kijelentést. A harmadik aspektusa Gigiang bosszának az, hogy felhozza a pokolból azokat, akik ott ragadtak. Nézd meg az összefüggést, hogyan hozható közös nevezőre az, hogy az igaz szó, a valósághű beszéd, a fogadalmak, eltökéltség őrzője. És a pokolból való feljövetel. Egy olyan világot élünk, ahol többszörös virtuális illúzió réteg alatt van valamennyi igazság, hogyha jól figyelsz. Észre se vesszük, hogy a szavaink nem cselekvésértékűek. Csak azt vesszük észre, hogy a másik nem hallja meg. Észre se vesszük, hogy a valóság az mennyire töredezett, csak azt veszük észre, hogy nem találjuk az igazságot. És ahhoz, hogy ez meglegyen, ahhoz el, el, először egy eltökéltség kell. Az az eltökéltség, hogy felébredsz az illúziók ködéből, Többek között azzal jár, hogy amit kimondasz, azt el kell hinned, legalább neked magadnak, aki a szavakat formálja és a valóságra bocsátja, hogy valami tapadás van a világ és a szavaid között, az igazság és a kijelentés között. Ez az első talpalatnyi föld, ahol otthon vagy. Ez a lelkednek egy olyan menedéke, ahol te tudod, hogy igaz vagy. Ahol te azt gondolod, amit mondasz, azt teszed, amit hirdetel és azt érzed, amit érzel. Nincs megmásítva, nincs legyengítve, nincs megcsavarva, rétegezve. És akkor a pokolból való feljövetel egyenlő azzal, hogy követjük a legmagasabb rendű fogadalmaink útját, és ezért nem választjuk szét a valóságot és annak a jelölőjét. Amikor most egy címkét látsz, és mögötte nem az van, ami a címkére került nyomtatva, akkor azt mondod, hogy marketing. És ez egyébként nagyon szomorú a szakma képviselőit illetően, mert a marketingnek nem kell hazugságnak lennie. És hogyha megnézed, akkor a létrontás az nem más, mint a valóság és az arról szóló kijelentés szétválasztása. Tengedjük azt a hazugságot, amely által úgy érezzük, hogy könnyebb az életünk. Nagyobb a mozgásterünk, több az opciónk, a lehetőségünk. Valójában nem így van. Valójában a valóság virtualizálása, az igazság és a jelölő szétválasztása, az az a hatalmas szakadék, amin keresztül a pokolba zuhanunk le. Olyan ciklusokat indítunk el, amelyekből úgy tűnik, hogy nincs kiút. Egyetlen kiút az, hogy megállítod megállítod azt, hogy újabb és újabb önképeket gyárts, amelyek közül egyik sem igaz, vagy jó részt nem igaz. Leállítod azt, hogy éket versz magad és a másik ember közé, mert nem mered magadat adni. Leállítod azt, hogy folyamatos szenvedés ciklusokat gyártunk le, mert nem látjuk, nem akarjuk látni az ok és okozat működését. Ezért mindig ugyanabba a falba verjük a fejünket. Nézd meg ezt család és csoport szinten, de akár párkapcsolat és egyén szintjén is. Tehát ahhoz, hogy az úton járjunk, ahhoz tényleg belül el kell határozni, hogy a magunk által teremtett illúzióvilágból, a kegyes vagy kegyetlen hazugságok birodalmából kijövünk. És innentől kezdve van utunk. Mert egyébként a verziók visszacsatolásából élünk. Amit hirdettem magamról tíz éve, öt éve, három éve, egy éve, fél éve, azoknak a visszhangjai jönnek vissza, és ez mind-mind más ember. Miért? Mert nem voltunk következetesek. Nem mentünk az úton. Csak követtük a szagot. Erre most jobb illat van. Jó, arra fényesebb. Hú, az ott jobban megéri. Ja, ő, ő most kedves. Igen. Meddig? Meddig? El kell döntenünk, hogy mi kapcsol minket össze. Az kapcsol -e össze, hogy közös illúzióban osztozunk, és ezért egymás szemét fedjük be. Lágy kendőre hintett hazugságokkal, vagy pedig az úton járunk és egymás segítjük fölébredni. Mert ez a minőség ugyanolyan emberi, mint azok, amelyeket nem vállalnánk szívesen, de mégis rajtunk vannak, az izsákban ott van már megtermelt karmaként. Ez az, amikor, hú basszus, ezt nem kellett volna, de mégis kimondtam. Miért? Mert már húsz éve ezt mondom. Húsz éve nem akarom ezt mondani, de húsz éve ezt mondom. Úgyhogy ez a három aspektus a bosszálnak, ez azért fontos, mert ha ezt a hármat összerakod, hogy a valósághű kijelentés, az eltökéltség végigvitele és a szenvedésteli állapotok megszüntetése, ezek bizony elég szorosan összetartoznak. És ha, ha egynapos zen, ha egyéves zen, ha egyéletes zen, ha többéletes zen, ha jól csinálod, akkor pontosan ebbe az irányba visz. Pontosan erre az útra ébreszt rá, és ezen te addig maradsz rajta, ameddig akarsz. Miért? Az útnak nincs kezdete vagy vége. Ha föllépsz rá, akkor számodra elkezdődik, és úgy érzed, hogy itt vagy az út kezdetén. Nem, az út az kezdettelen és végtelen. Az útnak vége sincs. Csak egyszer valaki úgy gondolja, hogy elég volt, és ezt már nem csinálja, akkor lelép az útról, és így eltűnik. És akkor nincs. De az út eredetileg kezdettelen és végtelen. Tehát valójában az a kérdés, hogy milyen minőségű életet szeretnénk a gondolatok, érzelmek, tettek és beszéd szintjén. Mit engedünk meg magunknak, és mit engedünk meg a másiknak, a világnak. És a kettő közt mélységes összefüggés van. Hogyha ez a négy nagy vonulat, egy irányba mutat, akkor van egy egészséges integrált személyiséget. Mert tökéletesek nem leszünk, azt viszont mindig láthatjuk, hogy a gondolat, a beszéd, a tett és az érzelem az egy irányba mutat-e, vagy sem. Ha tartós a széttartás, akkor előbb-utóbb észrevesszük, hogy ez egy léthazugságig menő illúzió teremtés. Tehát hazudok magamnak, és a másiknak is. Fordítva is igaz, de ezt nehezebben látjuk be. Ha a másiknak hazudunk, akkor magunknak is hazudtunk már előtte, és gyenge pontokat teremtünk, ahol nem merjük látni a valóságot, a magunkat és a másik embert. Ezeken a gyenge pontokon, vagy karmikus vakfoltokon keresztül támadnak téged meg. Fordítva, ahol téged megtámadnak, unos, untalan, ugyanazon a résen keresztül, ott valamit nem látsz. És eredetileg azért nem látod, mert volt egy pillanat, amikor nem akartad látni, aztán már nem tudtad. És le kell tenni az önfelmentést, az önvédelmet, az önigazolást, és meglátni azt, hogy te ezt hogyan teremtetted, és megfordítani, hogy vállalva a fájdalmat, látni azt, amit eddig nem akartál és nem mertél. Ekkor ez a négy nagy vonulat, a gondolat, a beszéd, az érzelem és a cselekedet elkezd egy irányba mutatni, és egyre jobban összeszedődsz, nem neked kell magadat kis összeszedni, az nem megy, mert a következő pillanatban ledobod a tálat, és megint szétesik minden, mert nem mered elvállalni magad a karmád, az utad, az életed. Ez a személyiség természetes egysége. Magyarul integrált személyiség, csak azért, mert nem szeded magad darabokra. Tehát a léleknek megvan az egészségre, az öntisztulásra való törekvése a tudatosodáson keresztül, csak néha túl kíméletesek akarunk lenni magunkkal és másokkal. Nem kell mindent rögtön egyszerre, de nem takarjuk el a valóságot se belül, se kívül. Különben nem fejlődünk. Az egységes és integrált személyiség az autentikusnak, eredetinek érzi magát. Miért? Mert valójában senki nem beszél úgy, mint te, senki nem gondolkodik úgy, mint te, senki nem érez vagy cselekszik úgy, mint te. Tehát ebben te vagy az egyedi, az egyetlen és megismételhetetlen te. Ezért kell vigyázni, mert rajtad kívül másnak ilyen új lenyomata nincs, rajtad kívül másnak ilyen homlokredőzete nincs főcímpája sincs, melszőrzete sincs, és gondolata, érzelme, beszéde és cselekedete sincs. Ez a te mentális lenyomatod. Tudod, miben van ez benne? Mielőtt bármelyik megjelenne a négyből? A jelenlétedben. Abban a jelenlétben, amely kisugárzik belőled a másik emberre, a térre, az egész világra. Amikor meditálsz, akkor ezt a jelenlétet tisztítod le, tisztában látod a karmádat, az jobban működik. Nem látod tisztán a karmádat, nem működik jól. Szétesni készül az életed, az azt jelenti, hogy nagyon rég nem néztél rá, hogy valójában mi történik benned és körülötted. Úgyhogy a meditáció egyrészt lehet gyors szerviz, másrészt nagy javítás, harmadrészt teljes generál, attól függ, hogy mennyi időt töltesz vele. És hogyha most mentális járműjavítóban tudok segíteni, akkor itt a lehetőségkérdezetek. Én azt szeretném kérdezni, hogy szerinted mit kéne tennem akkor, ha hát az talán rossz hogy képtelen vagyok az örömre, de nagyon oda kell figyelnem rá. Tök jó életem van, tehát van egy párom, aki szeret, van, ki egy csodálatos gyerekem, a hobbim, a munkám. Oda kell figyelnem nagyon, hogy ne legyek depressziós, vagy nem emellett. tudom. Szóval emellett? Hát mi kell, harmadik gyerekkel? vagy? Nem tudom. Másodállás, vagy? Nem tudom, épp még? ez a fú... Hát ezt én sem értem sajnos. Tehát, hogy... tehát, ha arról van szó, hogy öröm, akkor az biztos, hogy már egy ilyen környezetben a család, meg munka, nem egy egyszemélyes dolog. Tehát nagyon sokan, hogy hogyan legyek boldog? Te egyedül az úgy nagyon nehézkes. Tehát legyen legalább valami felület, valami kis kölcsönhatás, és itt van, mert van feleség, van gyerek, esetleg kutya, stb. És akkor úgy én szeretem őt, ő szeret engem, és akkor előbb-utóbb megtanulom boldognak lenni. Jó az. De ha közben energiaveszteség áll fönt, és ez a tudattalan szivárgórései akkor a megtermelt energia nagyon gyorsan elmegy. Tehát, hogyha vannak olyan megoldatlanságok érzelmileg, amelyek például a kapcsolatot bárnyékolják, akkor a legszebb esgős vacsora és teliholdas éjszaka utáni reggelen is, ilyen kialvatlan szemmel azt hisz, hogy energiát veszítettem. Nem vagyok boldog. Egyébként az lehetne az elmúlt 24 óra római és Júliája alapján, és ez nem az ötödik felvonás, hanem még csak a harmadik. De valami elvitte az energiát. Nagyobb a vesztesség, mint a nyeresség. Tehát ilyenkor a paradox az, hogy megint csak nem elsősorban magaddal kell foglalkozni, hanem közted és a világ között fennálló kölcsönhatással, az esetleges egyensúlyzavarral. Azzal a titokkal esetleg, ami elviszi az energiát, holott a színi valóság az ugye boldogságot termel fényesen, lángolóan, de valami, a titok fekete lyuka beszívja az egészet, és nem engedi el. Például. Vagy a másban lévő titok fekete lyuka elnyeli azt a boldogságot, amit adsz neki, és nem tudod, hogy miért boldogtalan, holott mondjuk nem a te hibád. Hát ezt a kölcsönhatást kell megnézni magadban és a másikban, a környezet, per világ és közted. És itt kell borzasztó őszintének lenni, és felszámolni azokat a terméketlen folyamatokat, energiaelnyelő energia körforgásokat, amelyek miatt nem tudod a száz százalékot elérni. A száz százalék tudod mi? Amikor azt tudtad mondani, hogy elég. Most ez elég jó, elég boldog vagyok, elég az öröm. Fordítva, amikor azt tudod mondani, hogy elég, az abban a pillanatban száz százalék. Úgyhogy, ha javasolhatom, ne a saját magad örömével törődj, mert az egy nagyon kérész és nagyon relatív dolog, hanem a mondjuk a szeretett személy, per személyek és a közted lévő kölcsönhatással kellene foglalkozni. Mi van bennünk, mi van benne, mi van a másikban. És nem vizsgálódva, ellenőrizve, félve, hogy Úristen, az már ott van, amitől félsz, amit remélsz az is, csak meg kell nézni, hogy ez a kölcsönhatás mennyire tiszta. És hogyha az, akkor előbb-utóbb vesztesség nélkül fognak közlekedni az érzelmek, a cselekedet, a gondolat, a beszéd, és akkor hirtelen fölcsillan a szeme, meg a tied is, és akkor van valami, ami szépen fölépül, és nem kell hátrafelé gondolkodni, hogy a múltban keresgélni. Köszönöm. Szívesen mondjuk előfeltétel a tudat tisztasága, de hát az itt már mindenki számára nyilvánvaló, hogy tiszta tudat nélkül az nem megy. A jó múlt korában volt módunk beszélgetni az aszimetriáról, a ingról és a jangról és a abban való különbségekről, amit a bal meg a jobb testrészek ugye alkotnak, és ugye érdekes, hogy most is a, kohézióról és az integritásról beszéltél. Vajon ez az elmondott beszéd alapján ez a fajta aszimetria, ez, ez hogyan illeszkedik bele? Ez ugyanannak köszönhető, hogy Jól. nincs meg a nagyon jól illeszkedik bele, mert az integráltság nem egyformaság. Tehát az nem azt jelenti, hogy a két test feled, az ugyanolyan lesz. Szimmetrikus lesz, de nem lesz ugyanolyan. És ebben a zen hogyan segít? Hát először is tanulunk a cipőgyártóktól, mert a női és férfi cipők bal és jobb párjai nem ugyanolyan méretűek. Ezt szerintem mindenki már látta. A zen az úgy láttatja a világot, ahogy van. Van, akinek a Yin és a Yang felek között óriási az eltérés, van, akinél nagyon kevés, van, akinél túl egyforma. Honnan látszik a működés normalitása vagy abnormalitása? A hídon. Tehát a két agyfőtöke között van egy híd. Annak a hídnak megvan egy bizonyos idegvégződés száma és adatforgalma ha az idegvégződések száma túl kicsi vagy túl nagy, hát a túl kicsi szokott lenni, akkor nincs meg az egyensúlya a két testfél között sem energetikailag, sem fizikailag. Ha az adatforgalom valami miatt lelassul, sérülés, kémia, egyebek, akkor megint csak gond van a szervezet integritásával, mert a két fél nem tud egységtapasztalatot szerezni. Az megvan, hogy valójában fordítva látunk és az agy visszafordítja a képet. Erre a plusz műveletre miért van szükség szerinted? Hát egy dolog miatt, a korrekció miatt. Ugyanaz, mint amikor egy reptéren 20 ezer mozgó keresztül menned, amíg eljutsz a tranzitig. Miért? Mert közben figyelnek kamerával, hogy te ki vagy. Ne legyél paranoid, minden reptéren ez van. Ott a korrekció lehetősége, hogy téged arra kérnek a 17. mozgó vagy legyél szíves, beszélgess egy picikét én egyenruhás emberekkel. Tehát ez a korrekció lehetősége. Az az aszimetria, ami a két testfél között van, vagy a benned lévő gondolkodásmódok között van, az a természetnek a záloga, hogy fejlődünk. Állítólag az egész univerzum egy apró aszimetriából indult ki. Akkor átrobbant, hogy a mai napig ott van a háttérsugárzása 13,8 milliárd év után. Négy Kelvin még mindig abból van. Ezt hívják kozmikus háttérsugárzásnak. Nem tudta kihűteni magát, akkora volt. És ez úgy indult, hogy egy aprócska szimetriában az elképesztő közegben, amit nem is tudunk elképzelni, ha az tökéletesen szimmetrikus lett volna, nincs tágulás. Nincs infláció az univerzumban. Úgyhogy ezek a ki tudja milyen paradoxonok, asszimmetriák, tökéletlenségek, ezek a fejlődés zálogai. Ez az érdekes. És hogyha jól csinálod, akkor te hozod létre azt az asszimmetriát, amelyben örömöd leled. Azt a tökéletlenséget, amely tényleg élvezetes és a fejlődés záloga. <laughs> Egyéb kérdés? Még annak egy előadásodban uh, uh, a, a mesteri láncolatnál a Sung a harmadik, aki, aki úgy fogalmazta, hogy úgy néz ki, mint egy, uh, mongol, mint egy, mint egy, mongolkán, és ugyanolyan kemény is ki volt. Kionkosszani, igen. Tudnál mondani, hogy miben nyilvánult meg ez a keménysége? Hol kezdjem? Tehát ez ott indult, hogy uh... Hát ő volt az, aki a szútra mesterséget nem úgy hagyta hátra, hogy valaki kopogott az ajtón és feltett neki egy Tehát 140-150 évet forgassunk vissza az időben. Szútra mester volt, és egyszer csak, vagyis fiatal szerzetes, aki nagyon sokat tudott, és egyszer csak keresztül ment egy kolerával teljesen kiirtott falun, és mindenhol csak testek és ki volt írva egy utolsó lajbásza, hogy ha kedves az életed, menekülj. És úgy elfogta a halálfélelem az összes buddhista műveltséged dacára, hogy azt mondta, hogy köszönöm szépen, hát ebből nekem elég. Ugyanaz a probléma, amit említettem a bevezetőben, teljesen jó szándékúan, a csalás bármiféle akarata nélkül, ő megtanulta ezeket a szutrákat, magáévetette, ismételte, recitálta, jól tudta, továbbadta, de amikor így megrázták a lelkét, hogy meg fogsz halni, akkor minden eltűnt, és csak a félelem maradt. És akkor a szokásos módszer, hogy egy olyan templomban, ami nagyon érdekes, mert amikor ott jártam olyan öt évvel ezelőtt, akkor bontották le azt a nagyon-nagyon régi épületet, ahol ő volt, Csonjang szának hívják. Kyungho szünyém kettő és fél négyzetméteren lakott. Ennyi volt a magánszféra. A többi ez mind darmaterem, meg meditációs terem és egyebek. És az ő fiatal korában ebben a templomban ült egy szintén kicsi szobában, és azt mondta, hogy ő száz napig nem fog aludni, csak a nagy kérdést fogja gyakorolni, hogy mi ez? Mi az, ami mentes élettől és halálta? Egy ekkora haláltapasztalat, vagy halálfélelem után, amit látott a kolerával letarolt faluban, azért ez érthető. És akkor a tőrét ide tette az álla alá, és hogyha esetleg elaludni készült, akkor a Éreztette, hogy azért nem kéne. Századik nap után megvilágosodott, de hát azért ennek még volt egy olyan kitétele, hogy a szolgálója az lejárt azért a piacra élelemért, és találkozott ott ilyen buddhista ismerősökkel, akik tudták, hogy Kionkhoszúim kicsoda. Mindig kérdezték, hogy hogy van. És a mesterem az nem foglalkozik senkivel, nem foglalkozik semmi mással, csak a megvilágosodás elérésével. És akkor egyszer csak egy világi Mr. Lee, aki nagyon ott volt a szerán, azt mondta, hogy de kérdezd meg tőle, hogyha egész nap mást nem csinál, csak eszik, iszik, és nem alszik, de meditál, akkor hogy fog újra születni? Micsoda? Maga egy a mesteremtől ilyet akar kérdezni? Hát én ezt föl nem teszem neki. Te csak föl. Ne! Mondja meg, mondja meg maga, majd én elviszem a mesteremnek. És egy Mr. Eli azt mondja, jó, akkor mondd meg a mesterednek, hogy tehenként fog újra születni, hogyha ezt így folytatja. Lábjegyzet, a régi kínai kóreai szimbolikában, hogyha egy szerzetesnek azt mondják, hogy rizsezsák, vagy tehenként fog újra születni a világi támogatójának a házában, az azt jelenti, hogy lusta. Vissza kell adni mindent a támogatásból a következő életben. Nem használta föl jól, adósságot teremtett, irány az állati lét, ahol megfejik, megnyúzzák, feldarabolják, megeszik, velős csont, stb. Tehát visszaad mindent. És azt mondja, jó, hát akkor majd meglátom, hogy a mesterem mit mond. Kionkosszonyi meghallja, és azt mondja, ki volt ez? Azt mondja, hát Mr. Lee a piacon. Azt mondja, mondd meg neki, hogy igaza van. De olyan tehénként fogok újra születni, amelyiknek nincsen orjuka lábjegyzet, hogyha megnézed a tíz bika történetet, akkor ott mindig egy drót karika, vagy fém karika van az orr sövényében. Tehát az nincs orjuka, a szószenti fordítás, de valójában nincs orr sövénye, melybe a karikát be lehetne akasztani. Ez a jelentés. Ha nincs dualisztikus tudatod, jobb és bal, akkor nincs semmi, amiben bele lehetne akasztani a létezés karikáját, melyen keresztül a félelem téged állandóan húz és von. Tehát az üresség elérése, a nagy egység elérése azt jelenti, hogy nincs orsövény, csak egy járat van, és az nincs kettéosztva. osztva, abban nem lehet belefűzni a karikát. Meg kell tapasztalni, de mint a nyolc esek nem lehet fönnmaradni a csúcson. Tehát le kell tudni jönni, és lehozni azt, amit a csúcson tapasztaltál, aztán vissza-visszamész. De a serpák a megmondhatói, hogy amikor már tizedjére mész föl egy 8000-es egy csúcsra, az nem olyan, mint az első, és nem is szabad, hogy olyan legyen, mint az első. Magyarul meg kell tudni szokni a járást a hegy és a völgy között, a csúcs és a tábor között. Kionkosszúnyi azt csinálta, hogy amikor ez elterjedt, akkor ő oda ment, ahova hívták és tanított. De visszautasította a nagy templomok vezetését. Tehát ilyenkor egy kis templom, közepes templom, nagy templom, kis kongregáció, nagy csoport, még nagyobb szanga, nemzet tanítója, korél kuxána, ezt nem. És idősebb korára e, megnövesztette a haját, magyarul így a szerzetesi társadalmat, azt mondja, hogy köszönöm szépen, én most nem ott élek. Felesége nem volt, de gyermekeket tanított kínai karakterekre egy vidéki iskolában ez volt a vége. Semmilyen formához nem ragaszkodott. Semmi ez. És az egyik legnagyobb ilyen ős tanítója, vagy újraélesztője volt a koreai buddhizmusnak másfél évszázaddal ezelőtt. Na az ő tanítványa, az egyik tanítványa, aki viszont nagyon szerzetes volt, ő Mangong Sunim. Ő az, aki középen van, és egy kicsit az, az európai vonású, kékes árnyalatú, tényleg Blue Blood, ő volt Kobong Sunim, aki koreai nemesi családból származott, és ő egyetlen egy szerzetesnek adott inkát, az pedig Sung volt. Mangong Sunyin 117 inkát adott világiaknak is. Úgyhogy azért fontos Kyonkos Sunyin, mert ő volt az, aki feltámasztotta a koreai buddhizmust a Kohan valójára, és újra egy kicsikét sebességbe tette a járművet. Nem tudom, hogy mennyire helyén való, vagy mennyire megválaszolható ez a kérdés, de ezután a tanmese után arra lennék kíváncsi, hogy számodra mi volt az a tanítás, ami az egyik legmeghatározóbb volt az utadon? Amit te tanultál? Az, hogy tett félre. Tehát én annyira okos vagyok, hogy az ez borzasztó. De ezt tudtam korábban is. Csak nem mertem félretenni az elmémnek a, az agyalmányát, mert annyira jó és aztán jön egy zenmester, aki látja, hogy hol van a működésképtelen személyiségrész, és a legjobbat kéri, hogy tedd félre. Miért? Mert a legjobbok következik a legrosszabb. Tedd félre. És ezt ő neki bármikor, életeken keresztül, mert tudom, hogy honnan mondja, érzem, hogy honnan mondja. És a másik négy, az ugyanolyan fontos, hogy ne kelts illúziót, per ne projektálj, ne akaratoskodj, ne féltékenykedj, ne ellenőrizz, és ne ragaszkodj a múlthoz. Ez a tett félre, put it all down, ez a legmélyebb, amit, és me meccő volt. De itt Európában mindegyikünknek az. Ne hagyja azt hit, hogy nagyon-nagyon okosabb vagyok, sőt, nagy részletek okosabb, mint én. És ez rendben van. Tud félretenni az elme termékkét, az okosságodat, a zsenialitásodat akár. És tér vissza a gondolkodás előtti tudathoz. Nem azért mondja, hogy homloklobotómiát hajtson végre rajtad. Azért mondja, hogy ébredj föl az elme káprázatából. Azért, hogy ne a halászhálót tekerd magadra, hanem ugorj a tengerbe a halászháló, az okos intellektus, ez kifogja a tanulság halait a valóság tengeréből. De ezáltal meg is csonkítja. Hogyha a teljes valósággal, akkor tedd le a gondolkodás mindent felölelő hálóját, és ugorj be a tengerbe. Az pedig gondolkodás nélküli. Tehát ezzel az egy mondattal a felébredés felé segített, és sokkal többet, mint ezek a nagyon tisztes, veretes, rendszeralkotó irányzatok, ahol megtöbbet többet gondolkodtatnak, és modellálnak, és abstrahálnak, és szimbolizálnak, és egyebek. Igen, tudsz házat építeni sokféleképpen, de ha az építőt nem választod el az építő anyagtól, soha sem látod meg a saját kezedet. Soha. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki. Az egymondatosai olyanok voltak, mint a késpenge, és annyira kíméletes, mint a tolpihe egyszerre rájössz, hogy miért mondja, leborulsz felé ezer évig. Úgyhogy ez volt az a tanítás, mint a mai napig őrző. A összes többi mellett. Egyéb kérdés? Az én kérdésem egy nagyon gyakorlatias. Az embernek ugye vannak problémái munkahelyen, privát életben, és ez hogyan, hogyan oldja meg, vagy hogyan szövi bele a meditációba? vagy pedig nem is szabad. Tehát mint tematika ez hogyan működik együtt, ez a kettő. Mondd el nekem, milyen a földdel a kapcsolatod? Rajta állok. Amikor kimész a termőföldre, az élőföldre, és így meglátod, vagy megtapintod, az milyen érzés? Olyan, mint az enyém lenne. Pontosan. Neked nagyon nagy rokonságod van a föld elemmel, tehát otthon vagy benne. És Kriti a másik neve, az a földben tároló, angolul earth store. És a föld az mindent elnyel, és befogad. És te ezt meg tudod csinálni, csak nagyon sokáig nem adott ki magadból, és ezért a külvilág azt hiszi, hogy veled valami baj van. Tessék megengedni azt az örömet, amit a tűzeleműek annyira jól értenek, és azt a gondolkodást, amit a vízeleműek annyira jól értenek. Mert te a szilárdságot, a csendet, a befogadást, azt tudod. Hogyha a másik kettő mellészegődik, akkor a karmád elkezd áramlani. Elkezd mozogni, elkezd jobban kölcsönhatni, és akkor érzed azt a változást, amire szükséged van. Köszönöm. Szívesen. Én tavaly márciusban elvesztettem édesapámat. Ö, egyszer egy hölgynek egy előadásodban, aki a anyukájával járt ugyanígy, azt mondtad, hogy egyszer, majd egyszer újra találkoznak. Ezt hogy értetted? Hát nézd, annak a hölgynek ö, ugyanazt a tanítást mondom, mint neked, hogy valójában egy lélek család vagyunk, és hatalmas körforgás van a földi és a nem földi állapot között. Tehát az inkarnálódott és a nem inkarnálódott állapot az olyan, mint egy malomkerék. Csak a, ami a vízben van, az nem született, ami a szárazon és a fényben van, az a látható, az a született rész. És akivel karmánk van, azzal újra fogunk találkozni, és csak érezzük, hogy ő az, korábbi tapasztalás, kóéul a yin és a yang, az és hogyha a vonzás ugyanoda visszavisz, vagy ugyanolyan mintázathoz visszavisz, mint korábban, akkor azt érzed, hogy ez a déjà vu az emberben, hogy igen, mi már találkoztunk valahol, én már ismerlek. Holott azt a szempárat, azt a testet, azt a jelenlétet ott először látod. De mégis a mintázat olyan, amely egyezik korábbi tapasztalataiddal, és azt hordozod a tudattalanodban hogy olyan erős karma, mint a családi karma, az nem tud nem megismétlődni mindaddig, amíg az ember onnan tudatosan ki nem lép, és le nem veti azt. Most ezt az emberek többsége nem akarja, és nagy nem is tudja megcsinálni. Hogyha a felébredést nézzük, akkor is csak annyira van ebből szükség, amennyi a hegycsúcson az a pár perc, és utána visszamész a völgybe. Tehát találkozni fog vele újra, hogy te is, és én is a szüleim mintájával, nem a személlyel. És itt volt a, a hölgynek az a tanítás, amit akkor hallania kellett, hogy a vesztességnek a fájdalmát enyhítsem, de nem mondjak olyat, ami nem következik be. Miért? Ebben a felállásban egy darab testünk és lelkünk van így együtt. Egy. És ezért egyedi, megismételhetetlen, visszahozhatatlan ez az inkarnáció. Ez van. Ez elkezdődött a születéseddel, befejeződik a haláloddal, még egy ilyen nem volt, nem lesz, csak most van. Tehát tud természetesen az ember ugye, érezhet, láthat korábbi mintákat, és ezért igaz az, hogy újra találkozik azzal az archetipussal, aki több belül őriz. Anyaként, apaként, társként, barátként, ellenségként, tanítóként, tanítványként találkozik vele újra. Miért? Mert itt viszi a gyökerét, az alapját, és akkor a világ pedig hozzáteszi a magáét. Jelenlegi élethelyzetemben egy picit a, már több helyzetben mondtad azt az üres kezet, ami nem tud megfogni semmit. Arra jöttem rá, hogy nagyon-nagyon messze volt a, az, amit én gondoltam a világról, meg a dolgokról, meg a valóság. És most ott állok valahol a, a semmi közepén, és nem merek mozdulni se. Se közelengedni engedni magamhoz embereket, se dönteni élethelyzetekbe, illetve, hogyha elindulok egy irányba, hogy mondjuk ezt csinálnám szívesen, egy pillanat megállok, és nem. Nem látom értelmét. Ha tehetném, most fölmennék tíz évre a hegyre meditálni, hogy rájöjjek, hogy mi van, de ugye ez az élet most nem erről szól pillanatnyilag, és nem tudom, hogy, hogy mit csináljak. Hát meg kell nézni, hogy mi a legfontosabb, és ott fogsz kitörni a, a megfontolásaidnak a karámjából. Honfitársaink többségéhez hasonlóan meg kellett fogalmaznod, hogy miért nem. Miért nem, nem, nem és nem. Csak egyszer rájössz, hogy az életet azt élni kell. Miért? Mert az élet egy hatalmas vállalás, és már belekezdtünk a projektbe, mert megszülettünk. Az élet egy elképesztő lehetőség, hogy a tudatszintünket emeljük, ez viszont vállalások nélkül nem megy, és nem is a materiális vállalás a legnagyobb. Egy vállalatot el kell vezetni. Világos. Egy másik ember elvállalása, na az, az igen. Tásként, gyerekként, családként, szangaként, tanítványként, eltérő szintű és hőfokú vállalások, de biztos, hogy lesznek kudarcok, konfliktusok, befejezetlenségek. És ezt tudva kell vállalni, hogy nem lehet se tökéletes, se tévedhetetlen, se teljesen szabad és független. Tehát ezek az ideák, amik az intellektusban benne vannak, ezek egy bizonyos kudarcélmény mennyiség után békjóba és kalódába verik az embert, mert folyamatosan csattan a frusztráció falán. Na, amikor az ideákat elmozdítod, akkor a karám is kinyílik, akkor a saját korlátaid is lehullanak, és ezért nagyon sokszor meg kell változtatni a saját önképedet és világképedet. Azt az értékrendet, amit eddig követtél, és amely nagyon nagy részt a hibáidat is teremtette. Be kell látni, hogy az élet konfliktusok gyűjteménye, és aki a konfliktus nem vállalja, az az életet sem vállalja. Hogyha megnézed, akkor a konfliktusok közötti harmonikus időszakot fogjuk följutalomként. A konfliktusokat büntetésként. És ez azért szomorú, mert egyik sem igaz. Tehát néha a büntetés az, hogy nincs mit csinálni, mert tudod, hogy kifogysz az üzemanyagból, és úgy érzed, hogy nem tudsz mit csinálni, akkor megbontanád a békét pedig a béke már halál. És a konfliktus, hogyha egyszer megerősödsz, és nem mondom, hogy megszokod, de már nem hat rád sokkolóan, nem ijedsz meg tőle, akkor annyi energiát szabadít fel, hogy elkezdesz belőle építkezni. Meglátod azt, hogy a kibékítetlen energiák harmonizálódása az elkerülhetetlen, és bizony, hogyha a harmóniát nem tartjuk meg ugyanakkor energiával, mint a konfliktust, meg fog szűnni, fel fog bomlani, konfliktussá fog ledegradálódni ismét. Tehát, ha jól éled az életedet, akkor nem félsz sem a konfliktustól, sem a békétől. És akkor van az, hogy van egy célod, ami több, mint te vagy. Van egy ember, vagy embercsoport, akinek a boldogsága többet ér, vagy legalább annyit ér, mint a tied. És hidd el, hogy ez visszafelé is megy. Úgyhogy előbb-utóbb félre fogod tenni azt, hogy miért ne. És rájössz arra, hogy na, ezért. És akkor csinálod. Nekem az a problémám adódott, hogy iszonyatosan tetszik ennek az egész zennek a gondolatvilága, filozófiája, a te gondolkodásod. Nagyon-nagyon-nagyon kötődöm, ragaszkodom hozzá. Tehát a gondolatiságával, filozófiájával teljesen egyetértek. Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e úgy zent gyakorolni, vagy majdnem gyakorolni, tehát élni, vagy magamévá tenni ezt a dolgot, hogyha a külcsint megpróbálom róla lefejteni. Értem, ezen a, szangát mindig mondott, hogy szükség van a szangára, szükség van a tanítóra, de, de, de engem egy picit zavar ez a külcsény, ez a feszes, ez a marhára fegyelmezett mód, ahogyan mondjuk ti itt éltek, és tényleg arra lennék kíváncsi, hogy, hogy ezt tehetem -e én úgy magamével, hogy megtartom azt a filozófiát. Na jó, akkor befejeztem érted, hogy mit akarok kérdezni. Lefejtheted, hogyha megengeded, hogy én is lefejtsek valamit rólad. A véleményeidet. Hogyha meg tudsz szabadulni a véleményeidtől, akkor nincs szükséged a formára. Viszont, hogyha a véleményedet föntartod, akkor bele fogsz ütközni mindenkiben, és ezért a forma szükséges. Csak gondolat, csak tartalom nincs. A keletieknél a forma és a tartalom egy azon éremnek a két oldala. A tanítás nem létezik a tanító, tanítás és tanítványi közösség hármasságán kívül. Nem foglak egy hamis eszenciába ringatni. Hogy ez amit te szeretnél, az elkülöníthető lenne a formától. Tehát nagyon sokféleképpen lehet autót vezetni, de hogyha annak az autónak nincs legalább három kereke, akkor ez legjobb esetben bicikli. Tehát a zennek is megvannak az alkatrészei, a működésmódja, és rengeteg féle zent találsz. De olyan zent, ahol ne lenne tanító, tanítás és tanítványi közösség, olyat nem találsz. Bocsánat, nem éppen erre a háromra gondoltam, tehát, nem, tehát a tanító is, meg a szanga is. Ez, 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 ez jó? Ez persze. Ezzel el vagy? Persze, Igen? persze. Nagyon jó. Nem minősítem a kérdésedet, amikor azt mondom, hogy ebből nem lehet lealkudni lényegileg semmit. Tehát vannak tanítási stílusok, működési módok. Tudok enni a keményebb közösséget, Japán, lágyabb közösséget, Amerika. Nagyon sokféleképpen lehet ezt csinálni, de úgy nem lehet, hogy valami véleménykülönbség ne legyen. Az a tanító dolga, hogy beállítsa azokat a formákat, amelyek működnek a te számodra is, mint tanítvány. Itt a nyugatnak a racionalizáló, hatékonyság emelő, kicsit deszakralizáló lényekkereső funkciója van, és ez az, amit neked helyt adunk itt mindig, de ez a módszer, amit mondasz, az zen esetében nem működik. Tehát száz százalék, vagy semmi. Csoportokat vezetsz? természetesen Oké. van egy osztályom, és nagyon jó. vannak szabályok, persze. De... Ez az. Igen. Hogyha felismered Igen. a szabályok szükségességét, akkor már csak a húr feszességét kell szabályozni, és nem arról vitatkozunk, hogy ha zenélek, akkor kell -e hangszer, és a hangszernek kell -e hangolás, hogy a zenéhez jó-e a kotta vagy sem. Ez nagyon jó. Második kérdésem. Azt mondtad, hogy a gondolatok által tapasztaltál. Arra szeretnélek gyöngéden rávezetni, hogy a gondolatokat gondolni lehet, és az abból fakadó valóságot úgy tapasztalod, hogy megteszed. Mondok egy példát. Ha a gondolatok önmagukban tapasztalatok lennének, akkor elég lenne a térképen végigmennünk, és odaérnénk Budapestre. Elég lenne az étlapot megennünk, és jól laknánk. Elég lenne kimondani dolgokat, és azok megtörténnének. Tehát vannak olyan világok, ahol ez például lehetséges. Ez ebben a világban ez szerencsére nem lehetséges. És gondold el, hogyha olyan gondolatokat tudnánk gondolni, amelyek megtörténnének rögtön. Körülbelül 5 másodperc ebből a földből semmi nem maradna, hogyha az emberiség gondolkodása hirtelen élővé válna, és megjelenne minden a formavilágban, ami a belsőben megfogalmazódik. Gondold el! Tehát nem, nincs az az önfegyelem, ami a, azt az apokaliptikus karmát visszafogná, ami az emberekben akkor érzések és gondolatok szintjén megnyilatkozna. Gondold meg, hogy ez milyen jó dolog, hogy nem lehet a gondolatok értelmét, lényegiségét tapasztalni, hanem van egy átmenet, a beszéd és a cselekedet, amely szükséges ehhez. Hát ez egy olyan pufferzón, ez egy olyan szűrő, de ez hihetetlen. Úgyhogy a meditáció nem megy, de az intuíció néha működik, ezt, hogy te hogy éled meg együtt, ezt rád bízom, de szakmailag ez nem nagyon lehetséges. Tehát ez akkor működik, hogyha a meditációban egy bizonyos szintet el tudtál érni, és nincsen folyamatos húzavona, akadály, képzetek, visszazuhanás a múltba, dualizálás, minőségteremtés, tehát ezek nincsenek, és akkor hirtelen abból a jól menő, látszólag semmi nem történik meditációban, egyszer csak kijön egy szikra. És én azt kívánom, hogy harmonikus meditáció élményed legyen, és egy olyasféle világkapcsolatod, amelyben mindennek nem csak értelme, hanem működése is van, mert a kettő nem ugyanaz. Tehát én annyit látok olyat, hogy azt tudom, hogy működik, azt is tudom egy kicsit, hogy hogy működik, de hogy mi az értelme, azt nem. És e kettő között azért érdemes különbséget tenni, hogyha mindent értelemmel szeretnék felruházni, előbb-utóbb megőrülök nem lesz már tere ennek a hatalmas nagy értelemnek. Nem lesz olyan valami, amit ne akarna főruházni valami okkal, okossággal. Jó? Erre vigyázzunk. Egyéb kérdés? Azt szeretném megkérdezni, hogy a gyerekeim apukája, és én teljesen különböző gyereknevelési elvet vallunk, ami nem jó. És én nagyjából azt gondolom, hogy látom, hogy ez hova vezet a két gyereken. Az egyik gyerek inkább racionális beállítottságú, a kicsi meg nagyon szívember, tehát nagyon érző. És én félek, hogy ebben a későbbiekben baj lesz. Na, hol van a közös rész? Tehát van egyetem ami közös, kis, nagyon vékony cikke, ahol, ahogy mondod, a gyerekeid apjával egyetértesz. Ez azért hangzik rosszul, mert úgy tűnik, hogy elváltatok. Uh -huh. Tehát a hol, hol, fogom meg, hol engedem meg, oldás és Tök kötés. Más. Teljesen más. De nem teljesen. Tehát teljesen nem lehet más. Tehát annyira különböző karmátok nincs. Hogyha a gyökércsakrátok tudod találkozni, akkor itt fönt is valami csak találkozott legalább egy boldog békeidőre, ahol egyetértettetek legalább egy fél napig. Hogy ne legyek ennyire optimista? Ugyanis nem csak társ teremtés van, hanem gyermekteremtés is van a szó mentális-fizikai értelmében, energetikailag egyaránt. Magyarul az, hogyha nem értetek egyet, az nem csak a család életet tudja kicsikét nehézé tenni, még ilyen kétlaki üzemmódban is, hanem a gyerekben olyasféle következetlenségeket, a normarendszer szinte teljes hiányát tudja létrehozni amely uh, már 7 éves kor után meg tud mutatkozni, de korban kőkeményen visszaüt, mert nem csak ugye a kétszék közül a pad alá esnek, hanem a kétszőt kiátszák egymás ellen. És ha addig nem sikerült közös platformot teremteni, akkor majd kínból majd kell. Mert a gyerekkel, gyerekekkel olyan problémák lesznek, iskolától kezdve, sportegyesületig, kirándulásig, külvilágig, partnerig minden baj lesz, mert nincs egy egységes világ bennük. Tehát ki kell alakítani azt, hogy milyen gyermeket szeretnénk, mert azzal, hogy megszülted, azzal csak elkezdődött a tánc, és még azzal sincs vége, amikor elmegy otthonra. Mert visszajön és hozza a karmáját, amit nagy rész te és apuka neveltetek ki benne, hogy mit engedtetek meg, és mit nem. Mire szoktattátok rá, miről szoktattátok le? Gyermekteremtés zajlik, ami nem az a boldog puszta 9 plusz 1 hónap indítóprogramos túl mindenestől, hanem utána mit teremtesz, mind gyerek? És hogyha az nincs közös nevezőn, a gyerek elbukik. Elbukik önmaga előtt, és elbukik az életben, a harcban. Mert aki egységes és erős, az fog nyerni. Nem a legokosabb, nem a legjobb, nem a legszebb hanem az, aki erős, az fog nyerni. És hogyha nincs ereje, mert a két szülő energiája szét van tagolva, és a tudatok nem találkoztak a gyermeknevelésben, akkor annak a gyereknek az önképes, a világképe legjobb esetben is diffúz, sokféle, és nem erős, és nem tud összpontosítani, vagy nem találja önmagát, mert az apa és az anya kép nem találkozott. Ez nagyon messzire megy. Tehát azért kell egy olyan kérdést föltenni a gyerekéd apjának, Közös karmánk a két gyerek, nem élünk együtt, és innentől kezdve apa és anyai minőségben kell, hogy tudomásul vegyük egymást. Ez a kötelesség, mert a gyereket fő kell nevelni. Az eredmény ott lesz az ajtód előtt, pillanatok alatt. És hogyha van közös nevező, azt a gyerek így meghálálja, Onnantól, hogy boldog. Onnantól, hogy szeretettel tud mind a kettőtökre nézni, és nem csak az egyikre, csak a sír a másikon. Úgyhogy a gyermekteremtés, az a gyermeknevelés. És azért kell a közös nevező, hogy a gyerek egész legyen, és ne két fél, hogy egészséges legyen a kis lelk, és ne darabokra szakadjon, hogy most anya így szeret, apa úgy szeret, neki ez a norma rendszer, neki az a norma rendszer, ő ezt megengedi, ezt meg tiltja, nem tudom milyen a világom, mert nem tudom milyen apám és anyám. Jó, de és akkor erre hogyan hogy kell ezt valakivel megbeszélni, aki amúgy konfliktus kerülő, a saját gyerekeivel szemben sem visz végig dolgokat, tehát hogy ő nála nem az, hagyjuk, mert nem, nem, hanem úgyis átviszi Ugye, a gyerek Sok rajta. terápia, sok terápia. Nem megy, a... már próbáltam. Tehát, hogy... Jó, ezt, amit most mondok, biztos nem próbáltad. Vidd el egy árvaházba, és egy javítóintézetbe, és egy gyerekkórházba árvaház, ahol nincs se apja, se anyja, legalább a tieiteknek van. De hogyha nem működnek együtt, a gyerekek lelki árvák lesznek, és egy virtuális árvaházban lesznek, mert ténylegesen apai és anyai energia nem egyesül bennük, mert ezt a szülők nem fejlesztették ki. És hogyha ez így van, akkor a megoldatlanságaikat szomatizálják, és gyermekkórház lesz belőle. Mert a megoldatlan karmájuk a kis testükön fog különböző betegségeket termelni. Mert nem tudnak másképp figyelmet kérni, akkor ez lesz. És a harmadik, az pedig a fiatalkorúak büntetés végrehajtási intézete, mert hogyha nem magánveri, le, akkor a világon fogja leverni mindazt a megoldatlanságot, amit a ki nem fejlesztett nevelési folyamat, az egységes világkép és önkép hiánya bennük megengedett. Úgyhogy ezt a hármat valahogy, mint tapasztalat, muszáj neki, mert hát az abstrakciókba elveszett férfi intellektus az a halál egyik formája. Tehát vissza kell hozni a realitásba ezen az alapon, és az egyetlen egy kérdés, amivel a tört mosolyogva beledöfheted a hetes és a nyolcas bordak közé, hogy szereted a gyerekeinket, akkor most velem jössz. És akkor elmentek. Tehát meg kell mutatni neki az okés okozat működését, és pontosan az okosságán keresztül, hogy okos vagy, akkor nézd meg, hogy az okés okozat hogyan működik. Azokban a gyerekekben, ahol a szülői mintázatok nem tudtak legalább valami egységes, talpalatnyi platformot adni. Muszáj. Ezzel tartozol nekik, a gyerekeknek. Én tanítottam a csillagbörtönben felnőtteket, nem lehetett fölvenni. Sajnos. Tehát olyan tanítás jött ki abból, hogy engedtem kérdezni a fogvatartottakat, hogy az valami hihetetlen. És amikor jövök ki, és az összes személy meg mindent a kis izéből kazettából visszaadják neked a portán, akkor jön be a középiskolás harmadik osztályos, tehát most, hogy hihet, 11-es csoport. Mert akkor szerencsére a BVI igazgatója lehetővé tette, hogy iskolai csoportok, szigorúan ellenőrzött tanítók által bejöhettek a BV-be. Ők biztos nem lesznek bűnelkövetők, te. Én láttam az arcukat, amikor begyűttek, és akkor is, amikor kijöttek. Hú, hú. Olyan védőoltást kaptak kriminológiából, hogy nagyon komoly. Nagyon. Ezt, ezt meg kell tenni, és a gyerekeid apját egy ilyesféle körutazásra el kell vinni. Akármibe kerül. Neked mi a motivációd a legnehezebb napokon? Hogyan tudod a zen gyakorolni és vinni előre olyankor, amikor valamira nincs hozzá kedved? Van ilyen egyáltalán? Van, persze. Van olyan nap, amikor nincs kedvem a formás gyakorlathoz. Emlékeztettem magam, mert akkor nagyon nehezen kellsz, hogy nézed a plafont, lélegzel, és semmit nem akarsz. És emlékeztettem magam arra, hogy meg fogok halni és már egy nappal kevesebb van az életemből, mint tegnap. És még mindig ezt viszem belül. Nem kéne ezen egy kicsit dolgozni? És akkor főkelek, és rájövök, hogy na most, se sem magamért keltem föl, mert magam én már nem csinálnám. Másokért nagyon szívesen. Hogyha ezt jól csinálod, ezt a zenes műfajt, akkor olyan két-három év alatt a legdurvább személyes problémáidat megoldod. Mert azért az ember nem hülye egészséget keres, boldogságot keres, szeretetet keres, stb. stb. És igen, vannak olyan napok, amikor legszebbben más csinálna, vagy semmit nem csinálna, és akkor rájön, hogy eddig érdemben mi történt az elmúlt 32 évben. Hát nem annyi, aminek kellett volna. Nem volt rossz, de azért lehetett volna egy kicsit hatékonyabb is. Ilyenkor, hogyha az ember egy picit borongós, nem érzi az erőt, motiválatlan, hogy nyugodtan, mint ki ma tört a saját álla alá, nyugodtan képzelje oda a mulandóságot, hogy egy nappal kevesebb van már hátra, mint tegnap. Meg fogok halni. Ezt így akarom továbbvinni, vagy adok esét magamnak ma is, hogy az éneklés, az ülés, a leborulás át egy picikét csiszoljak ezen a karmán, egy cseppet. Hidd el, fölkelsz. Tehát a mulandóságot állítsd a magad oldalára, a feltételez kötöttséget állítsd a magad oldalára, a tökéletlenséget állítsd a magad oldalára, ehhez mi kell? Az, hogy ne azonosulj a karmáddal. Ha a karmáddal azonosulsz, az összes narcisztikus probléma glédába áll, és darabonként megesz. Érted? Ha belátod, hogy a karmádat te teremted, de nem te vagy, felelős vagy érted, de változtathatsz rajta, az hozz el a szabadságot. És azt a motivációt, hogy igen, az ilyesmi előfordul, de nagyon ritkán. Ha magadért nem gyakorolsz, másokért gyakorolsz. Azt szeretném kérdezni, hogy meddig terjed a szabad akarat, illetve van-e bármiféle Mit szeretnél, amire eddig azt gondoltad, hogy nem Desem. tudod megtenni. Erre egy ilyen abstrakt filozófiai válasz a Schopenhauer üzletközpontból, hogy a szabad akarat meddig terjed, tőlem nem fogsz kapni. Mit akarsz? Mit szeretnél megtenni? hol érzed az akadályt? Hát azt kérdezed, meddig terjed a szabad akarat. Ebből te kivontad magadat, ez már Értem. egy ilyen önvédelmi mechanizmus. Nézzél szépen a, a lelked mélyére. Lelki ismered, Igen. Az Mit tennél, éve? ha megtehetnéd? Mi az? Mit akarsz elérni? Tehát a nevek és formák világában a folyamatos áramlása van a jelenségeknek, keletkezése és megszűnése. Az egyetlen egy kérdés az, hogy ezt te meg akarod-e haladni, vagy ezzel az áramlással te így el vagy. Az érzékszerű tapasztalatok jönnek és mennek, élünk és halunk, eszünk és ürítünk, intelligensnek mondott tápcsatornaként beszélgetünk, ennyi. Mert ez az a horizontális érzékszervi lét, ahova nem kell neked transzcendens dimenzió. Némi coaching az talán de nem több. De hogyha te ezt meg akarod haladni, egészben látni, és azt, amit eddig éreztünk, de nem tapasztaltunk a transzcendenst is hozzávenni, na akkor vagy egészben. Valójában ez az egyetlen egy különbség akarat és akarat között, hogy a rész az elége, vagy az egész kell. Emberben is, kapcsolatban is, világban is, magamban is. Elvállalom-e magamat úgy, ahogy vagyok, és az egészen vagyok hajlandó változtatni, Elvállalok egy másik embert úgy, ahogy van, és majd együtt változunk. Vagy levágom magamból azt, amire nem vagyok hajlandó ránézni, és azt várom, hogy ő is azt tegye, hogy mindig a szebbik felét fordítsa felé. És akkor a világ is csak boldogságot adjon nekem, mert nem vagyok hajlandó a szenvedésteli részét tudomásul venni. Úgyhogy nagyon sok mindent lehet akarni, előbb-utóbb megkapod. Úgyhogy vigyázz, mit akarsz. Köszönöm, hogy ma eljöttetek, hogy együtt gyakoroltunk és kérlek tudjátok azt, hogy az újabb gyakorlatra mindig szívesen látunk benneteket. Köszönöm a figyelmet!